őszintén, amikor először hallottam, hogy Mikinek kiállítása lesz, és Ildi felkért, akkor még mondtam be, hát ez jó pár hónappal ezelőtt volt, hogy ó, még ráérek. Aztán múlt héten úgy belém csapott a villám, hogy úristen, készülni kell. Én nagyon szeretek rögtönözni, tanári mi voltomból is ugye ez megy. Igen ám, de itt a komfortzónámon kívül kell lépni, hogy a hangom is remeg, bocsi, mert ez egy teljesen új szerepkör, hisz én is emberből vagyok. És amikor pár mondatban mondtam a Mikinek, hogy én már legalább olyan 2-3 órányi mondani valót összegyűjtöttem, akkor elsápadt és mondta, hogy ne, rövid legyen. Úgyhogy akkor arra jutottam, hogy a rögtönzést mellőzzük, egy-két gondolat megmarad, és leírom, így csak 4 oldal lett. De nagy betűkkel, mert szemcsis vagyok, és így még könnyebb olvasni. De hogy meglegyen a kívánsága, röviden, ha megnyitott terveznék, akkor az a következő lenne. Köszöntöm Önöket, üdvözlök mindenkit. Varga Miklós élete első önálló kiállításán, ahol rajzok, festmények, fotók láthatók, fogadják sok szeretettel. De nem ennyi lesz! Úgyhogy leírtam, most olvasnék, és bocsánat, nézzék el nekem, én is ember vagyok. Tehát köszöntöm Önöket, üdvözlök mindenkit Varga Miklós első önálló kiállításán, ami igazándiból már nem az első, hanem ez már a harmadik kiállítása is, hiszen ha az időben visszafele haladunk, 2 évvel ezelőtt ugyanitt a műfázban, ugyanígy a városnapon, többet magával már bemutatkozott ő is. Az akkori kiállítós csapatra az volt a közös jellemző, hogy mindenki Jánosházi kötődésű volt, és mindannyian olyan oldalukat, olyan énjüket mutatták meg Önöknek, amit csak kevesen ismertek, azaz a művészi, rajzós, festős, alkotós énjüket. És még az is közös vonás bennük, hogy mindenfajta előképzettség, hosszas iskolai tanulmányok nélkül zsigerből alkottak, valamint autodidakta módon önállóan tanulva fejlesztve tudásukat jutottak el arra a szintre, amit annó akkor Önök láthattak. Ez azért is nagy szó, mert belülről jövő késztetésük az alkotás, a festés, a rajzolás, ami aztán arra sarkalta őket, hogy megkeressék az útjukat ebbe az irányba, amiért folyamatosan tettek is. Ők azok, akik kényszer nélkül, sőt kifejezetten örömből alkotnak, és ez mindannyiunk ezen munkáján pozitívan nyomot hagyott. Csak kitérőként, közben azért muszáj mondanom, hogy csak gondoljanak vele, mekkora nagy szó az a mai világban, hogy 2 évvel ezelőtt szinte másfél-két hét alatt összeállt egy 11 néhány fős csapat egy színvonalas kiállítással, ami gazdagította itt a város kulturális életét, tehát és itt a nagy gondolat, nagyon sokan vannak Önök között, a hétköznapi emberek között, akik tehetségesek valamiben, csak azt meg kell találni, és meg kell merni mutatni. Na, ez a rögtönzés és indulás. És ez a mai világban, ebben a rohanó világban ez egy nagyon fontos kincs, és ezt ápolni kell. Szerencsére itt a műfázban Ildi és Kati nagyon oda tette, és teszi is magát, ehhez, hisz itt vannak a másik oldalon a gyöngyfűzés, a papírfonás, már mézes kalácsoztak lesz, kosárfonás és még sok egyéb más program biztosításával lehetőséget teremtenek Önöknek a közösség építésére és a közösségi lét újbóli jó megélésére. Úgyhogy ez egy szuper dolog, abban ne hagyjátok, köszönetért onnan Szombathelyről is. Egyébként hallottam, hogy a tegnap esti bagolytúra is nagyon kellemesen elérte a célját. Gratulálok minden résztvevőnek és szervezőnek. És annak ellenére, hogy egy nyertes csapat lett, én azt is hallottam, hogy mindenki úgy érezte, hogy nyertes lett. Úgyhogy gratulálok is. Na, akkor kanyarodjunk vissza a kis megnyitóhoz. Haladva visszafele az időben, Mikinek a legelső kiállítása 8-as korában volt.
hogy honnan, hová jutott el, ezért megkértem, hogy hozz el ezt a kis régi rajzát. Tehát 8-as korában ez a régi is járítása került. És megkértünk, hogy hova jutott el az emberke. Nem kis fejlődés. Ha megnézzük például azt a rajzot, meg esetleg ott a középső állványon, a hogy képi megjelenítésben, ábrázolás módban ott a kezdetleges, egyszerű vonalak, minimális tónusozás, semmi érzelem, semmi plusz lelki kötődés, míg a mostani ényében, pár évvel ezelőtti ényében pedig érzelmeket kifejező, hatalmas tónuskálájú életű portrékkal jött elő, mind grafittal, mind a festészet terén. Technikai tudásában, megint csak ismétlem önmagam, hogy ott olyan kis sörvonalas, alig tónusozott, míg az újabbi kori, idősebb kori, bocsi, ezernyi álnyaratnyi érték alkalmazását produkálja, tökéletes forma visszaadással, érzelmek tömkelegét képes kifejezni egyéni stílusban. Az egyéni stílust azt a rajzoknál azokkal a nagyon finom kis remegő kézmozdulatokkal lehet megnézni, illetve ecsetkezelésénél is az a sajátos stílus, majdnem mintha kicsit kapirgálna, de ez egy nagyon profán kifejezés erre. Igazándiból tehát finom, szinte légies. Jó? Így kell, hogy megmaradjon. Téma választásában is borzasztó sokat fejlődött, mert ha megnézzük, a 8-as énje, Irmus Pasinger, mert hát ugye görög művészek, aztán a klasszikusok, Leonardo, Michelangelo, ugye mindenkinek rémlik a gyönyörű férfi testalak, példaképe egyébként Leonardo és Michelangelo, úgyhogy ez volt már akkor megvolt. Egyébként azért mondom, hogy első kiállításos rajz, mert ez a rajz abban az időben egy 14 éves gyerkőctől már kiemelkedő teljesítmény volt, úgyhogy bocsánat, nem leszólom, csak mutatom, hogy innen odáig jutottál el. Manapság viszont már mély érzelmeket képes átadni, szeretetteljes, szerethető hangulatokat, tájképeket, csendéleteket. Ezeket a fejlődéseket Miki úgy érte el, hogy időről időre fejlesztette önmagát önállóan, autodidakta módon. Ismét kis kanyar. Itt mondtam, hogy időről időre. Csak hogy értsék, hogy hogy működik egy művész ember, pláne ha ő. Az időről időre ez azért érdekes, mert hogy durván 34 évvel ezelőtti az első és a mostani kép, mivel mindjárt 48 lesz, és csak tudom, hogy bosszantja, úgyhogy azért, igen, és összességében tekintve tulajdonképpen egy évről beszélünk. Hogy ezt miért mondom? Mert hogy nem non-stop, 14-től majdnem 48-ig, csak festéssel foglalkozik. Az életet élni kell, dolgozni kell. Tehát az alkotó időből ezek a hétköznapi mókuskerék idők elvesznek. Úgyhogy ez egy év fejlődése, nagyon csúnyán lefordítva. Milyen ember, mint művész ő, a kettő összefügg. Bocsánat, de elsőnek azt írtam, hogy makacs, önfejű, öntörvényű. Köszönöm. Bár ez negatív kicsengési jelző, de ennek van pozitív fejleménye is, mert hogy borzasztó kitartó. Mert ha nem az lenne, onnan idáig nem jutott volna el, azzal a makacságával, kitartásával, hogy mint látják, itt vannak grafit rajzok. Ha csak a rajzot a rajzzal hasonlítják össze, hatalmas léptékű fejlődés. Ugyanilyen fejlődési szint egy grafit rajzolásból átmenni festészetbe.
teljesen más technika, teljesen más szerű látásmódot igényel. És harmadik ágnak itt van a fotózás. És ez az emberke mindegyik ágat maga tanulta meg. A saját kíváncsiságának és kitartó kutatásának, kísérletezésének az eredménye. Én tanultam tavaly, fél évig jártam fél napokra fotózni. A mai napig azt mondom, hogy nem tudom, mert már nem úgy működik, hogy csak lenyomom. Ja, bocsánat, nem ilyen automata stílusban, hanem amíg tekergetni kell azt a sok-sok gombot. Amit ott tanultam, pár hónapig én bírtam agyba fogni, aztán törlődött, mert hogy nem használom. Ő saját maga megtanulta ezeket a dolgokat, úgyhogy ha elakadok, akkor csak hívom, hogy te figyelj, most hova kell tekerni, mit csináljak, hogy csináljak, meg egy képről már meg tudja állapítani, hogy mit rontottam el, és ez hatalmas dolog, ha valaki erre képes. A makacságára muszáj egy példát mondanom. Igen. Amikor az Ildi szólt, hogy lesz a kiállítása, mondtam neki, hogy de jó, akkor rajzolsz újakat, festesz újakat. Válasz, nem. Hát mondom, miért nem? Hát van elég. Hát mondom, oké, de hát kell. Nem. Még párszor próbálkoztam, hogy na hát légy szíves, kapd össze magad. De aztán el tudtam fogadni azt, hogy oké, van a kerti munka, azzal is foglalkozni kell. Ha bocsánat, eljár dolgozni, azzal is foglalkozni kell. Aztán munkából kifolyólag az ujjai már nem a régiek, tehát megmerevednek, leállnak, bedagadnak. Nem tudja úgy fogni az ecsetet. Na hát ilyen akkor ögtönzök, igen. És elfogadtam, hogy jó, hát akkor nem. És akkor tegnap, amikor felépítettek ezt a kis kuckót itt neki, veszük elő a képeket, és akkor pakolom ki, hogy mi a grafit, mi micsoda, szelektálunk, és akkor hopp, egy új kép. Nyeltem meg, hogy jaj, akkor mégis csinált valamit. Nézem tovább, még egy. Na végül is négyig jutottam, és fölnéztem, itt állt, és vigyorog, mint a tejbetök. Én most nem tudtam akkor, hogy most lecsesztem, vagy dicsérjem meg, hogy inkább visszaröhögtem, azt akkor nekiálltunk beépíteni a terepet. Szóval ennyire makacsis önfejű. Kilóg a sorból, ezt is írtam. Ha csak a művészi vonulatot nézzük, amikor egy képet önök bárhol megnéznek, minden képnek van címe. Itt meg lehet nézni, hánynak van. Nincs. Eredendően a Mónnak sincs. Vagyis ha nem az ígér, csak akihez került, hogy annyira megfogta, hogy már amikor beszéltem mindenben neki neked egy képkel, akkor már úgy beszélt a képkel, hogy nem az a kép, mint a nő. De azonban elnevezte, hosszabb képződések nem képett elkezdeni a találról, de minden este akkor még pár dolog, ami jellemző rá. Megnézhetik, hogy munkáin keresztül átjön a szülőkről szeretete, és gyakori témája a tájába áldolásban a saját környezete. A somló, nyámosági régi romosabb épület, amit ugye már közben le is bontottak. A kastély, a környező rétek és kaszálók. A természet tisztelete, a táj szeretete, a tájképeken felül a csendéleteknél is észrevehető, valamint az ősök a régmúlt hagyatékainak alázattal és hatalmas nagy szeretettel való megközelítése, hisz kedvelt témája a régi paraszti kultúrával kapcsolatos tárgyi emlékek megörökítése. Itt főként a fotóknál látható majd erre nagyon jó példa, hisz lovaspatkó, parasztház, muskátis ablakok, udvaron álló vízzel teli övök,
melyel az állatok itatását biztosították elején, romos kúriák és még sok egyéb mással találkozhatunk itt. Fontos mementó, hogy keze nyomán megelevenednek az érzelmek, a hangulatok, és legfőképp a portréknál ez a szemekben tükröződik. Az első portrét, amikor megláttam, engem a tekintet vonzott az összesnél. Ajánlom figyelmükbe, mindenképnek nézzenek, minden portrénak nézzenek a szemébe. És most egy mai napi történetet engedjenek még meg. Van egy régi jánosházi kötődésű emberke, akit többen önök is ismerhetnek. Becses neve Nemes Gáspár. Gazi nagyon-nagyon régi kollégánk és barátunk, és mikor említettem neki egy pár héttel ezelőtti telefonhívás, akkor, hogy Mikinek lesz egy kiállítása, akkor mondta, hogy jaj, de szívesen megnézném. Úgyhogy tegnap, mikor elkészültünk Mikivel itt a kiállítás terendezéssel, csináltam egy örökkel kis videófelvételt, és elküldtem a Gazinak. Ma meg 11-kor csörög a telefon. Mondom, anyám, a frázba vagyok, lassan készkelődnöm kell, Gazsiról tudni kell, hogy imádnivaló ember, eszméletlen értelmes, intelligens polihisztor. Tehát csak überlatívusokban bírok beszélni róla, de ha azt mondom, hogy egy tanár sokat bír beszélni, egy nő sokat bír beszélni, a Gazsi ennek a sokszorosa tud lenni. Úgyhogy gondolkodtam, hogy nem veszem föl, mert nincs időm. Lett időm, fölvettem, jól tettem. Mert hogy a következő kérést kell továbbítanom feléd tőle. Megnézte a videódat többször is, és azt kéri, mivel olyan benyomások, impressziók érték a képeid alapján, hogy neki ezt zongorán, pianinon meg kell alkotnia, hogy járjunk ehhez hozzá. További. De nem nekem kell zongorázni. Nem. Kitartás. Jön a vége. Engedjék meg, hogy itt a végén Pablo Picasso sokat emlegetett szavaival zárjam ezt a kiállítás megnyitót. A művészet lemossa a lélekről a mindennapok orrát. Én kívánom önöknek, hogy ezen sarok kíséretében megtisztultan, egy boldog élménnyel gazdagabban lépjenek ki az ajtón a kiállítások megtekintése után. Köszönjük! I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't.